Hülyén hangzik ez a dicsekvés, de akkor emlékszem, hogy IQ-tesztet is kellett végezzünk, és akkor 135-ös IQ-unk volt. Nem 136, úgy emlékszem. De nekem volt nagyobb. Mi? Hogy szennyődjön, annyira jól érzem magam, hogy vagy sokkal kevesebbet kellene járjak haza, vagy sokkal többet, mert amennyit járok, az pont nem elég semmire. Ez egyedül egy probléma van, hogy akkor megöregszem, akkor Pinky bácsi az hogy fog működni. Ugye? De már működik. Én már megszoktam a Deszka bácsit. Majd vágod. Én nem értem, hogy a alattunk lakók miért nem értették azt, hogy a koronggal a saját ablakunkat kitörjük. Hát az nem nagy cucc. És jelen pillanatban a fiam is mateket és fizikát tanult Budapesten, úgyhogy ha nézed, Matyi, akkor ez nem igaz. Fizikában is nagyon jó voltam, tanultam. Azon dolgtam, hogy ezt nem azért hoztad, hogy szívassál minket, mert hogy most ez megy körbe így, teljesen alaptalanul, meg sértő módon, hogy Gyergyóban, amikor megjelent a Vekni, akkor két hétig még kenyérre lették. Van egy ilyen szöveg. Hát én ezt eddig nem hallottam. Hajrá, ágyusok, de gyermek. Minden olyan új volt, imádtam, és remélem lesz még folytatás. Igen, egy kicsit az igazság, hogy így keresztbe tett. Amúgy nekem a sepsiszentgyörgyi éveim, ami jóval kevesebb most már, mint a vásárhelyi éveim, az mégis nekem egy egész életet kitöltő